Dávid, milyen volt az első néhány hónapod az MTK-ban, hogy érezted magad a pályán, illetve a társakkal az edzéseken? Én nagyon jól éreztem magam, amikor felmerült, hogy az MTK-ba jöhetek, izgatottan vártam, hiszen sok volt csapattársam, amivel is együtt játszottok, illetve egy nagyon jó klubban szerepeltek, és hát ez várakozásaimat elérte. Örülök, hogy így sikerültek az első meccsek. Remélem, hogy továbbra is tudjuk ezt a formát hozni, és feljutunk az NB1-be. 8 mérkőzésből, amin pályára léptél heten, nem kaptunk gólt. Hogy érzed, minek köszönhető, hogy ennyire összeállt a védelem itt tavasszal? Hát ez nagyba köszönhető tényleg a csatároktól elkezdve, a középpályáson át, a védőkön, a kapuson keresztül. Hát mindenki teszi a dolgát. Nyilván, hogyha nálunk van a labda, akkor az ellenfélnél nincs, és így kevesebb helyzetet tud kialakítani. És tényleg ez a kulcs, hogy tényleg kevés helyzetet tud kialakítani az ellenfél, tényleg próbálunk kommunikálni, segíteni a másikat, és hát ennek köszönhető egy csapatmunkának, hogy ilyen kevés gólt kapunk, és reméljük, hogy ezt tudjuk folytatni, bár igazából, ha nyerünk, az teljesen mindegy, hogy nyerjük, hogyha kapunk 3 gólt és rúgunk 5-öt, az is ugyanúgy 3 pontot ér, de ez jó így a védőknek és a kapusnak, hogy tényleg kevés gólt kapunk, és kevés helyzetet alakít ki az ellenfél. Úgy tűnik, hogy hamar megtaláltad az összhangot a középhátvéd partnereddel, Szépe Janival, de Kocsis Gerivel is jól ment a játék. Ez minek köszönhető, hogy ilyen hamar összeszoktatok? Hát voltak csapattársaim Zalaegerszegen, a Janival 2 évet játszottunk együtt, Kocsis Gerivel pedig 1-et. Hát ez megvolt, ez kell, hogy megvolt ez az összhang már korábban is, és örülök neki, hogy ők is itt vannak, és tudjuk egymást segíteni. És eredményesek vagyunk ilyen szempontból. Jelenleg ugye a második helyen állunk, hogy érzed, mi kell a szezon végéig, hogy elsőként juthassunk fel? Hát több pontot szerezni, mint a Diósgyőr, de hát eltávolodtunk már ugye a harmadik, negyedik helyezettől, és hát most így kényelmes zónában vagyunk a feljutást illetően, de nem dőlhetünk hátra, hiszen elsőként feljutni valószínűleg jobb érzés, mert nem jutottam föl elsőként, de valószínűleg jobb érzés, mint másodikként, és hát mindent meg fogunk tenni, hogy ezt elérjük. Hát nyerni kell a meccseket, és akkor nyomást tudunk helyezni a Diósgyőrre, és hogyha esetleg buknának, akkor meg tudjuk őket előzni. Hétfőn a Nyíregyházát fogadjuk itt az új Hidegkuti Nándor stadionban. Mi lesz a kulcsa annak, hogy itthon tartsuk a 3 pontot? Hát ugyanaz a játék kell, ami jellemezte a csapatot a előző meccseken, hogy tényleg nálunk legyen a labda, birtokoljuk, minél több helyzetet alakítsunk ki, és ne hagyjuk őket kibontakozni. És ez lesz a kulcs. Szerintem minden mérkőzésnek így ez a kulcs, hogy valószínűleg mi vagyunk a jobb csapat, és hogy ezt be is bizonyítsuk a pályán, és ezt tudjuk elérni, hogy nyomást helyezzünk az ellenfélre, és akkor nyerhetünk. Hogy készültetek egyébként erre a mérkőzésre? Most volt egy kis szünetetek, jól jött ez a pihenő az áprilisi sorozat terhelés előtt? Hát igen, mondjuk sokat nem pihentünk, kaptunk egy hétvégét, de hát nyilván ilyenkor frissülni kell, és tényleg most nagy menetelés lesz áprilisban, nagyon sok mérkőzéssel, és próbálunk tényleg minél frissebbek lenni, és hát mindenkire szükség lesz a csapatból, nem csak a 11 kezdőjátékos, hanem mindenkire, hiszen voltak eddig is apró sérülések, és reméljük, hogy tudjuk őket pótolni, és mindenkire tényleg szükség van, és próbálunk minél eredményesebbek lenni, és megnyerni az összes mérkőzést, ami hátra van.